Béla bement a feljátszó terembe, és ott zongorázgatott, én meg ott háborúztam, hogy több gitárt kérek. Nagy részét a Béla szerezte a számoknak, mert már a zenéjét, és akkor hát egyértelmű, hogy ő inspirálta az egész zenekart. De nagyon egyedi volt, mert akkor még rockzenekarok szintetizátorral nem annyira marináltak. Hát igen, ez mondjuk az én szerencsém, úgyhogy. Vagy a mi szerencsénk. Én mondom, ezt így szeretném. És az úgy nem jó. Mondom, már pedig én úgy kérem, mert én vagyok a szerző. Mert egy felcsapta az egészet, azt mondja, na akkor legyen úgy, és kiment. Kint duzogott egy darabig, visszajött, és akkor valahogy beállította. Na, ilyen hangulatban telt a felvétel. Olyan ruhát akartak ránk erőszakolni, ami nem a miénk. Nem akart ránk jönni, akárhogy is húztam össze a pocakomat, vagy bármit, meg a nadrág is szűk volt, de mindenképpen azt akarták. Ennek megjelent a lemez, sajnos az az első lemez, az nem úgy szó a dalokkal, semmi bajom, hiszen a 2001-es prognózis bulin is játszottuk, és elementáris erő van benne, és nagyon jók a dalok, és szereti is a közönség, csak nem úgy szólt. A hangzás az olyan eléggé nyakatekert volt. Hát függetlenül csodálkozom, a közönség szereti. A következő nagy lemezünk az, hogyha jól emlékszem, 96-os, az ugye az volt a, vagy bocsánat, 86-os, az volt a Tele van a város szerelemmel. A Tele van a város szerelemmel lemez az már sokkal inkább a mi hangzásunk volt. Az egy jó kis lemez volt. Ott egy kicsit lehiggadtam már az egész, de korszerűbb, tehát professzionálisabb is lett a dolog. Ott megint egy kicsit más arcát mutatta meg a zenekar. Koncepciója volt a lemeznek, a indulás, a kezdődal, utolsó dal, témakör, stb. Ez egy ilyen konceptlemez. Egymásba érnek a rendezvút, vívjuk a nemek közti háborút. Zavaros a drága, nem érthetem, a múltkor akartam, most pedig nem. Védekezik ismét, visszavonul, szemével támad, ártatlanul. Vonatodik, nem jön, kit érdekel, tele van a város szerelemmel. Fedezik, bebújik, hadat üzen, elenged, elkap, játszik velem. Egyszerűen írja a telefonszámom, ígéri fel, ezen a nyáron. Most mennie kell, mit gondolok róla? A fiúja várja egy fél óra múlva, ha neki az a fontos, nem érdekel. Tele van a város szerelemmel. Tele van a város, 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 tele van a város
rockfesztiválon játszottunk egy nagyon érdekes helyen. Ott ilyen 30 ezer néző előtt úgy volt fölépítve a fesztivál, hogy reggel 10-kor kezdődött, és nagyon későn estig tartott. És ugye a szervezők logikusan úgy építették föl, hogy reggel 10-kor különböző amatőr, vagy kevésbé ismert, kevésbé népszerű zenekarok kezdenek, és délután már ment át a dolog a ismertebb kategóriába, és ugye este meg az akkor befutott nagy zenekarok játszottak, és mi pont bekerültünk egy ilyen délután 2 órás mezőnybe, ami pont egy ilyen válaszvonal volt, elválasztó vonal volt a amatőr és a profi zenekarok közt. Például olyanokat csináltunk, most már így el lehet ennyi idő táblatából mondani, hogy vásároltam egy adag rétát a zenekarnak, és hazafelé jövett, írtuk ki a falra, hogy prognózis a legjobb. Mai napig látom még valahol. És jártuk az országot, mindenfelé koncerteztünk, vittünk ilyen kis lapocskákat, felbélyegzett lapokat, és hát lehetett szavazni a Magyar Ifjúság slágerlistájára. És hát írtuk, hogy ez már az első kislemez megjelenése után volt. És akkor írtuk, hogy a legjobb dal első helyre kérjük, és a bal kézzel írtunk, hogy ne legyen gyanús, jókat rögtünk, mindenféle hülyeségek. Ott egy postaláda, állj meg, megálltunk, bedobjuk. Bedobtuk, mentünk tovább, itt-ott, és elárasztottuk. A közönség ült lenn a földön, és nézte a zenekarokat. Mi fölmentünk 2-kor a színpadra, azt se tudták, hogy ki ez a zenekar, prognózis. Csak elkezdtünk játszani, és a 3.-4. nótán a tömeg elkezdett fölállni, és persze a buli végén, a mi is 1 órás blokkunk végén már hatalmas ujjongás volt, és vagy visszatapsolás, tehát igen, sikeres volt a zenekar megjelenése, és általában így volt mindenhol. És így a Magyar Ifjúság slágerlistáján, mely mindig csütörtökön volt este 7 órakor kezdődött, hát mindig az első helyen volt a dal. És a dal jó is volt, szerette is a közönség, meg ugyanakkor játszották is. Ma már ez nem így működik, hogyha senki ne próbálja meg ezt, mert csak kidobálja az ablakon a pénzét. De akkoriban még, akire szavaztak, azt lejátszották. Gondolt, hogy ezért álltatok a slágerlista élén? Nem lehet, hogy mások is írtak? Más rágó persze, hogy mások is. Úgy vagyok vele, hogy a lavinát el kellett indítani. Mi megpiszkáltuk, az elindult, és persze mindenki csatlakozott, szavaztak, stb. És érdekes, hogy akkor ez a koncert, ez felért egy, azt mondom csúnyán mai szóval média kampánnyal, mert az valahogy egy olyan választó víz volt a zenekarnak, hogy a Dorogi Rock Fesztivál után az ország bármely pontjára mentünk el játszani, mindenhol teltházas koncertünk volt, és ezt hál' Istennek sikerült egy 7-8 évig fönn is tartani ezt a hagyományt. A közönségnek bemondtam a mikrofonba, hogy szavazzatok és kérjétek, hogy mikor lesz prognózis lemez, és így tovább, és így tovább. Tévében volt a hanglemezgyár igazgatója, élő műsor volt, lehetett betelefonálni. Egyszer csak anyám telefonon csörök, hogy hú, a Bors Jenő van a tévében, és lehet kérdezni tőle. Abban a pillanatban riasztottam az összes rajongót, hogy most telefonáljatok, és kérdezzétek meg, mikor lesz prognózis. És rögtön égtek a vonalak, és meg is kérdezték élő adásban, hát tervezzük, igen. Nem sokára meg lett a lemez. Jártunk vidékre, meg nap mint nap, meg hetente, rengeteg koncertünk volt. Volt egy évben, amikor 100 koncert volt, 100. Egy zenekarnak, az rengeteg. És kialakult egy olyan, úgy hívják egy kis slangbe, hogy slep, ugye? Slep. Minden bulion ott voltak, egy olyan 20-40-en. Minden egyes bulion ott voltak, de vidéken is. Nem lányok? Is értett. Lányok, igen, főleg lányok. Nem is értettük, hogy tudják ezt megoldani, de jöttek. Bizony. És akkor abból kialakultak itt különböző kapcsolatok. Akkor még ez így működött. És ezek közül volt olyan, ami tartósnak bizonyult? Hát már akinek, igen, azt hiszem. De úgy általában nem kimondottan tartós kapcsolat. Minden.